Megfogalmazhatnám egy szóban, hogy asztrozófus vagyok, de ez nem öleli fel teljesen. Tehát az, hogy az ember elindul egy ilyen úton, ez egy önismereti út, és egy nagyon gazdag út, amihez nagyon sok minden csatlakozik hozzá. Gyakorlatilag azt mondhatnám, hogy inkább önismerettel foglalkozom, önismerettel és sorsismerettel, saját magamnak és a világnak a működésének a megismerésével és kimunkálásával. Az asztrológia és az asztrozófia abban különbözik egymástól, mondhatnám, hogy az asztrozófia egyfajta belső vizsgálat, inkább egy ráhangolódást kíván, egy meditatív állapot, a csillagoknak a fényüzenetével foglalkozik, amik a hagyomány szerint a Teremtő Isten fényüzenetei. Tehát mondhatnám, hogy az emberi létezésnél egy magasabb szint, ugyanakkor erre ad rálátást, ehhez ad útmutatást. Az asztrológia már egy gyakorlati, aktívabb vizsgálódás a fizikai szinten, az életünkben, önmagunkban ugyanúgy. Tehát azért a kettőnél most a mai olvasatban vannak különbségek, de maga az, hogy asztrozófia, ugye csillagbölcseletet, csillagbölcsességet jelent, én úgy gondolom, hogy a csillagok fényében fedezzük fel saját magunkat, igazából erről van szó, amint kint, úgy bent, tehát az ember a saját működését, a saját létezését ismeri meg, ezt fedezi fel, erre ad mondjuk úgy a fény egy rálátást, egy világosságot, ami kell ahhoz, hogy az életedet jól tudjad működtetni, irányítani, hiszen azt tudod irányítani, amire rálátásod van, amit tisztán látsz. Hogy az égi testek mennyire befolyásolnak, én nem így szoktam mondani, mert ez a megfogalmazás ez azt feltételezi, hogy a háttérben úgy gondolod, hogy nem te irányítod az életedet, vagy a sorsodat, és hogy külső dolgok befolyásolnak, és ezzel ugye a teremtésnek, az életed irányításának a felelősségét átadod valami másnak, ami nem te vagy, valami külsőnek. És itt rontják el szerintem a legtöbben, amikor ebből a működésből indulnak ki. Tehát én nem is szeretem azt úgy fogalmazni, hogy mondjuk a Mars, vagy a Vénusz, vagy a Jupiter hat rám, mert nem így szoktam mondani. Én úgy gondolom, hogy együttműködés van, egyszer rezgés van, tehát amint fent, úgy lent, ahogyan ők működnek, azt én figyelem, és az ad egy rálátást, mert ami a nagy egészben működik, az ugyanaz működik kicsiben is. És igazából inkább egy megvilágítás, egy tisztán megvilágítást tudnak adni ezek a működések, ezek a jelölések, arról, hogy bennem mi működik, mert ugyanazok a teremtő energiák vannak az emberben is, vagy ugyanazokat a teremtő energiákat használja, működteti az ember, és azáltal teremt. Tehát én nagyon annak a híve vagyok, hogy ez önismeret sokkal inkább. Nem arról beszélünk, amikor mondjuk nézzük azt, hogy most mi lesz holnap, meg holnap után, meg jövő héten, meg jövőre, hogy mi fog történni a gyakorlatban, hanem azt nézzük, hogy minek van ideje, nem konkrét gyakorlati történéseket, hanem azt, hogy milyen teremtő energiát működtetek. A képletben is ezt látod, egy születési képletben, mert ott az van, hogy Plutó, az van, hogy Jupiter, az van, hogy trigonfényszög, és nem az van, hogy betegség, baleset, házasság, stb. Tehát nem az van beleírva. Ezek ugye csak analógiák, hogy fizikai szinten mit történhet, de én nem ebből indulok ki. Én úgy gondolom, hogy minden égi test megtestesülése egy-egy rezgésnek, egy-egy frekvenciának, és amikor ismerem a saját teremtő erőim működtetését az égi jelölések által, akkor tudom azokat úgy irányítani, úgy uralni, úgy kezelni, hogy az a lehető legjobb legyen. Hát ha nagyon egyszerűen akarom megfogalmazni, hogy mi a legfőbb problémája az embereknek, és ebben a megoldás is benne lesz. A legfőbb probléma az, hogy nem merünk önmagunk lenni. Ha belegondolsz, ugye megszületsz, jössz egy ilyen tiszta lényként, eleve tudod, hogy mire születtél, mivel van dolgod, a lelked súg mutatja az iránytűt, az irányukat, és aztán annyi minden külső hatás jön a külvilágból, az emberekből, először a szülők, aztán közösség, társadalom, egyebek, és úgy eltávolodsz önmagadtól. És ha megfigyeled igazán az életed eseményeit, élményeit, történéseit, akkor megláthatod azt, hogy minden afelé akar
terelni, hogy hallgass a lelkedre, arra, ami nem látható. Hogy van ez a látható világ, de erről időről időre mindig kiderül, hogy hát nem mindig az az igaz, ami annak látszik. És hogy mögötte, ami van a láthatatlanban, az néha sokkal igazabb, és azt kéne lehozni ugye a kézzel foghatóság szintjére. Tehát szerintem valahol azt tanuljuk, hogy belül a lelkünkbe, a lelkünk vezettetésében bízzunk, higgyünk, és ezt valósítsuk meg, ezt éljük. Hosszú évek óta foglalkozom emberekkel, amikor eljönnek hozzám, ugye az egyéni konzultációkat sokat csináltam, és nagyon sok emberi életet, nagyon sok sorsot láttam. Azt hiszem, van egy bizonyos szintű rálátásom, tapasztalatom az emberi sorsra, működésre. És tényleg azt tudom mondani 100%-ban, és eddig nem volt kivétel, nemtől kortól függetlenül, hogy a legtöbb ember a megerősítésért jött. És amikor azt megkapta, hogy azt a megerősítést általam, meg a születési képlete és az asztrozófia által, hogy amit ő érez a lelkében, az igaz és jó, akármit mond a külvilág, meg akármennyire vannak ellene, meg akármennyire, hogy is mondjam, tapasztal ebben úgymond akadályoztatást, kívülről, vagy belülről, vagy bármennyire is fél, vagy hitetlen, vagy bizalmatlan, vagy bármi kétségei vannak, mégiscsak az a jó, amit érez. És ez az embereknek ez egy hatalmas felfedezés, és egy nagy megkönnyebbülés, amikor rájössz, hogy nem én szúrtam el, nem én vagyok a hülye, hanem igazából mindaz, amit érzek, az jó. És nem kell senkinek megfelelnem. Nyugodtan lehetek önmagam, és élhetem azt az életet, ami én vagyok. Tehát amikor ebből az állapotba eljut valaki, ezt felfedezi, akkor azért az elég örömteli felfedezés, és nagyon sok pozitív dolgot tudott hozni az életébe. Tehát igazából a születési képletedben ugye nem az a lényeg, hogy azt lássuk, hogy most mi fog vele történni, mert az, hogy erre a szintre lealacsonyítjuk, ez igazából nem az asztrozófia, hanem a te saját működésedet, a benned rejlő teremtő erőket tudjuk megtalálni. Ugye, amikor a lélek leszületik, akkor ez úgy történik, hogy van a lélek, aki épít egy kis testet magának, beköltözik, ez már két dolog, lélektest, és a születéskor felveszed magadhoz azt a kozmikus energiát, amivel te meg tudod teremteni mindazt a fizikai szinten, amit itt hozol magadban a lelkedben. Tehát ez már legalább három. Tehát a lelked mutatja azokat a kódokat, küldetéseket, irányvonalakat, amivel dolgod van. A teremtő erőiddel teremtheted, a fizikai szinten, a síkon és a testeddel megélheted, meg a lelkeddel is. Egyéni konzultációkkal már vagy nem, vagy csak nagyon-nagyon ritka esetben foglalkozom. Inkább úgy gondolom, többet tudok adni azzal, hogyha csoportosan foglalkozom emberekkel. Ez is most itt egy ilyen, ugye, hogy itt vagyunk Szegeden, ebben a gyönyörű térben, itt a Tiszaparton, és ez a tábor is arról szól, itt ez a 4 nap, hogy leülünk közösen, és azért egy meghitt térben beszélgetünk ezekről a működésekről, és kifejezetten önismereti út, kifejezetten arról szól, és azért vagyunk itt, hogy önmagunkat felfedezzük, hogy működünk, azokat a minőségeket, mintákat, amik bennünk vannak, és hogy megtaláljuk ezekben önmagunkat. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy többet tudok adni úgy, hogyha egyszerre több emberhez szólok, mint hogyha csak egyhez. Illetve azért vannak olyan lehetőségek, amikor egy emberrel foglalkozom, de azt már nem kifejezetten az asztrológia vagy az asztrozófia keretein belül, hanem vannak olyan egyéni lehetőségek, amik már nem csak erről szólnak, hanem egy kicsit többet tudnak adni, de ez így alkalmanként megjelenik.